Hanvazó szerdán, azaz idén március másodikán kezdődött el a böjt, mely a húsvét vasárnapot megelőző 40 napot öleli fel. A keresztény közösségekben ez előkészületi, bűnbánati időszak. Ilyenkor a vallásos gyakorlat középpontjában a megtisztulás és az áldozatvállalás áll. Ezen kívül a böjt betartása nem csak lelki felüdülést nyújthat, az ember egészségére is jó hatással van. Stábunk annak járt utána, hogy megmaradt-e valami ezekből a hagyományokból a mai világban egyáltalán nem szoktam ilyen dolgokkal foglalkozni, úgyhogy azt teszek, ami jól esik. Számos élettani előnyel jár, ha valaki néha diétára fogja magát. Kutatások szerint szerepe lehet a hosszabb élettartam elérésében. Egyrészt vallási okokból, másrészt egészségügyi okokból mindenképpen tavasszal szoktam tartani bőjtöt. A bődnek nem csak az a lényege, hogy húsmentesen táplálkozzunk, hanem hogy kevesebbet együnk és kerüljük a nasolást. A koplalásnak köszönhetően csökkenhet a vérnyomás és javulhat az anyagcsere is. Gondolom a, a szervezetnek jót teszni a méregtáníteni. A bőtöt úgy értjük, tehát úgy értjük nem, nem húsra koncentrálva, hanem mindenre általában. Szabó István fiatal korában tartotta a hagyományt, de ő már nem adta tovább azt a gyermekeinek. Az én mamám még a sonkát is, addig nem, kez, nem belőle, még nem vitt el a templomba megszentelni. Úgyhogy utána valaki kihalt, mint a régi hagyományok én szerintem. Tehát érdemes néha böjtött vagy más néven diétát tartani, mert az nem csak testileg, de lelkileg is felfrissíti az embert.